hogyan csinálják. Hamarosan a Hogyan csinálják-ban. Hogyan készül a varázsruha, amely megakadályozza, hogy a sugárhajtású repülők pilótái elájuljanak? Hogyan állít meg egy robotzsaru egy lopott autót száguldozás nélkül? És hogyan szolgáltatnak elég áramot, amikor 8 millió ember egyszerre kapcsolja be a tévéjét, lámpáját és sütőjét? Mindezt megmutatjuk a Hogyan csinálják-ban. Hogy valakiből vadászpilóta legyen, villámgyors reflexekre és acélidegekre van szükség. És az sem baj, ha ébren tud maradni. Ha egy sugárhajtású géppel beveszünk egy éles kanyart, akkor a fejünkből a lábunkba áramlik a vér. Ez egy pillanat alatt megtörténik, és halálos is lehet. Vajon hogyan csinálják, hogy egy légiütközet közepén nem ájulnak el? Brook City bázis, Texas állam. Ebben az épületben van egy gép, amit arra terveztek, hogy az emberi test fizikai tűrőképességének határait tesztelje. Az 1000 lóerős Brooks centrifuga képes valakit annyira felgyorsítani, hogy az a Föld gravitációjának 9-szeresét tapasztalhatja meg. Mielőtt Maverick és Iceman felszállhatna F-16-osával, előbb túl kell élnie egy menetet ezen a gépen. Az újonc vadászpilóta Arturo Ayala hamarosan megtudja, alkalmas-e a feladatra. Ám ha nincs tökéletes fizikai állapotban, akkor még a gépre sem ülhet fel. Nyújtsa ki a nyelvét, fordítsa jobbra, aztán pedig balra. Ha csak egy pici szív problémánk is van, ez a gép a halálunkat okozhatja. Szerencsére a katonaorvos egészségesnek találja Arturót, de még mindig nem engedik beülni a centrifugába, amíg alkalomhoz illően fel nem öltözik. Arturo vadászpilóta karrierje attól függ, hogyan teljesít a teszten. A kérdés az, hogy vajon bírja-e a gravitációt. Mi csak zárásnak nevezzük a dolgot. Az ember elveszíti a csőlátását is, és minden elsötétedik, amíg el nem tűnik. Ma Arturo maximális terhelést fog kapni. Először 5G-ig mennek el, aztán jöhet a legdurvább 9G is. Ez olyan érzés, mintha nulláról 300-ra gyorsulnánk egy másodperc alatt. Miután a centrifuga kezelője meggyőződött róla, hogy Arturo készen áll, indulhat a modern kínzóeszköz. Mintha csak hullámvasúton ülnénk, csak ez 10-szer gyorsabb. Jó móka lesz. Az irányító szobában a csapat felkészülten figyeli Arturo szívritmusát és más létfontosságú adatait. Készen áll? Minden rendben van? Arturo először 5G terhelést kap, majdnem kétszer annyit, mint amit egy asztronauta átél egy űrhajó kilövésekor. Miközben Arturo gyorsul, a felerősödött gravitáció a vért az agyából a lába felé húzza. Ha ez így folytatódik, elveszti a hallását, így nem tud majd kommunikálni. Aztán elveszti a látását, és végül az eszméletét is. A lélegzéshez Arturónak különleges technikát kell alkalmaznia, amelyet pilóták fejlesztettek ki. Ugyanakkor megfeszíti a hasi és lábizmait, hogy megakadályozza, hogy a vér távozzon a fejéből. Arturo megkönnyebbülhet, a teszt eredménye alapján repülhet. Ám erre csak azért volt képes, mert egy ügyes találmányt használt, ami innen származik. Birkenhead, Anglia. Itt van a high-tech katonai szabóság, az RFD Beaufort otthona. Norma Staples egy rendkívül különleges ruhatervező. Vadászpilóták számára készít ruhákat, az úgynevezett G-ruhákat. Ez itt egy nadrág. Az antigravitációs nadrág egy felfújható ruhadarab, ami körbefogja a lábat, hogy visszanyomja a vért a test felső részébe. A strapabíró külső anyagrétegbe egy felfújható belsőt varnak. Amikor a belső le van eresztve, a ruha úgy néz ki, mint egy normális, bár kissé tépet pilóta ruha. A belsőnek ez a része takarja a hasi részt, ez pedig a combizmait fedi le, és valahogy így fog rátapadni a viselőjére. Van még itt egy kis oldalcsatorna is, hogy a levegő lejuthasson a lába alsó részéhez is. Szóval ez a belső nagyjából így fog rásimulni a viselőjére.
A belsőt úgy tervezték, hogy abban a pillanatban felfújódik, mihelyt a pilóta bevesz egy éles kanyart. A G-ruha ekkor nyomást fejt ki a főbb izomcsoportokra, ezzel szabályozva a vér áramlását az altestbe. Ám a működéshez a felfújható G-ruhának tökéletesen kell illeszkednie. Ezek a munkások a műszaki mérnökök és a mérték utáni szabók keverékei. A gond az, hogyha kiukasztják a felfújható belsőt, az könnyen egy pilóta életébe kerülhet. Ezért a könnyű poliuretán bevonatú nejlon belsőt mikrohullámú hegesztéssel zárják le. Ha a rétegeket összefogják és felmelegítik, a poliuretán összeolvad, és így tartós zárást kapunk. Ám ezek a G-ruhák nem csak ébren tartják az embert harci helyzetben, létfontosságú védelmet is nyújtanak tűz és áramütés ellen. Ennek érdekében a G-ruhákat egy olyan anyagból készült külső réteggel látják el, amilyet a Forma 1-es pilóták ruhájához is használnak. A G-ruhákat úgynevezett Nomex anyagból készítjük. Ez egy tűzálló anyag, az autóversenyzők ruhája is pontosan ilyen. A pilóták esetében csak addig a pár másodpercig kell védelmet nyújtania, amíg nem katapultál a pilóta. Egy vadászpilóta élete és nem mellesleg egy hihetetlenül drága vadászgép épsége a pilóta G-ruháján is múlik, aminek akkor kell felfújódnia és leeresztenie, amikor arra szükség van. Csak egyetlen hiba is bekövetkezhet a katasztrófa. Éppen ezért a G-ruhákat újra és újra tesztelik, mielőtt a gyárból kimehetnének. Több alkalommal különböző nyomáspróbákon teszteltük a ruhát. Tehát ezt a ruhát több ezer alkalommal felfújtuk. Ezt minden egyes ruhánál elvégezzük. A felfújás és leeresztés körforgásának vége. A G-ruha kezdheti folytogatni a pilótákat. A ruha már jól bírja a nyomást, de vajon a pilóták is? Eközben a Brook City bázison Arturo hamarosan megtudja, hogy átmegye a G-tűrő képességi vizsgálaton, melynek során a gravitáció 9-szeresével kell megbirkóznia. 3, 2, 1, vége! A centrifuga másodpercek alatt elérhetné a maximális gyorsulást, ám most csak lépésenként gyorsulnak, hogy Arturo hozzászokhasson a nyomáshoz. 2G-nél Arturo alkalmazni kezdi a légző és feszítő technikákat. 3G-nél a ruha automatikusan elkezd felfújódni. 9G-nél úgy tűnik, mintha Arturo arca olvadna, ám G-ruhája maximális nyomást gyakorol rá, és hihetetlen módon még ébren van és megbirkózik a feladattal. Lélegezzen! 1, 2... Arturo az emberi tűrőképesség határánál tart. A próba kegyetlen, ám csak 15 másodpercig kell magánál maradni a 9G-nél, hogy alkalmasnak nyilvánítsák vadászgépek vezetésére. 3, 2, 1, és lelassulunk. Átment a teszten. Arturo kitántorog a centrifuga fülkéjéből. Tesztelték, és boldog. Kezdem visszanyerni az egyensúlyomat. Olyan, mintha 5 percig egy körhintán száguldoztam volna. Hamarosan. Hogyan kapnak el autótól vajokat párkapcsoló megnyomásával? És hogyan továbbítják az áramot, hogy egész Amerikában éghessenek a fények? Tartsanak velünk, hogy mindezt megtudhassák, ahogyan csinálják-ból. Elvitték a Chevy-met. Szegény Sophie, megint vásárolni volt a plázában, de amikor visszament a parkolóba, kiderült, hogy a kocsija már rég elment. Sophie egyike annak az 1 millió amerikainak, akik évente autólopás áldozatai lesznek. Annyit tehet, hogy jelenti az autó eltűnését, de egy ellopott autót nehéz megtalálni a nagyvárosban. A kék-fekete vagy bézs ruhába öltözött srácok pedig hasznosabban is tölthetnék az idejüket. Szerencsére Sophie autóját felszerelték egy úgynevezett műholdas navigátorral. Mikor Sophie bejelenti, hogy ellopták az autóját, és hozzáteszi, hogy az fel volt szerelve ezzel a bűnüldöző bigyóval, akkor ezt az embert hívják. Bill az OnStar-nak dolgozik, a cégnek, amely ezt az okos eszközt gyártja. Az ügyfélszolgálatuk havonta 600 autótól vagy talál meg. Amint Bill megkapja az értesítést a rendőrségtől, pillanatok alatt megtalálja az autót a műholdas navigáció segítségével.
Nem értünk egy ellopott autót. Persze, ezt egy ravasz autótól vagy gyorsan kiszagolja, és elővigyázatosságból kihajítja Sophie műholdas navigátorát az ablakon. Ám itt a General Motors gyárában, Detroitban gondoskodnak arról, hogy ezt ne tehesse meg. Sophie autója egyike annak az 5 millió járműnek, amelyet felszereltek egy kis acéldobozzal, amiben a bűnvadász OnStar komputerrendszer található. A dobozt az autó karosszériájához rögzítik, így nem hozzáférhető és közvetlenül a motorhoz és az alvászhoz kapcsolódik. Ha nincs doboz, nincs autó. A kis dobozt mobil modemmel szerelték fel, így az autó kommunikálhat a központ komputerével. Amíg az autó a 30 műhold közül, amelyek a GPS jeleket adják, négynek a látókörében van, a műholdas navigáció 10 méteres pontossággal megtalálja a pozícióját. A jármű épp úton van. Ám Sophie még mindig nem kapta vissza az autóját. A gond az, hogy azok, akik autókat lopnak, nem éppen óvatos vezetési stílusukról ismertek, és néha elég nehéz őket megállásra bírni. Használhatunk szöges útzárat, amely 100 méter alatt megállít egy kocsit, de akkor lesben kell állnunk. Vagy jöhet egy célzott öklelő mozdulat, az úgynevezett pit manőver. De ha ezt rossz helyen alkalmazzuk, letarolhatunk mindenkit a járdán. A vége egy vélhetően halálos autós üldözés lesz. Az autós üldözésekből eredő halálesetek egyharmada ártatlan járókelőket érint. Ám az OnStar doboz gond nélkül megoldja a problémát. A megoldás egy kicsit meseszerű. Maga az autó fogja el a tolvajt. Ebben a modern irányító központban az OnStar főnöke, Chet Huber, elmagyarázza, hogyan. Műholdon keresztül belenyúlunk a járműbe, és szó szerint levesszük a lóerőt az autóról. Ezért, ha ön tolva és OnStarral felszerelt autót lopott el, akkor bizony rossz napja lesz. Mindez azért lehetséges, mert az autók már nem olyanok, mint régen. Manapság komputerizált aggyal szerelik fel őket, úgynevezett motorblokkoló modulokkal. Ezek befolyásolhatnak szinte mindent a motorban. Az autógyárban minden OnStar dobozt rákötnek erre a komputerre. Bill kommunikál a dobozzal, a doboz az aggyal, az agy pedig utasítja az autót, hogy mit tegyen. Az autópályán zajlik az üldözés. A rendőrség úgy hiszi, látják az ellopott járművet, de ellenőrizniük kell. Bill a tanácsadó dolgozik az ügyön. Először is arra utasítja az autót, hogy titokban villogtassa a lámpáját. A rendőrök a jó autót követik és elkezdenek rátapadni, de a bűnöző kiszúrja őket és rálép a gázra. A rendőrség jelzi Billnek, hogy elindult az üldözés, ezért Bill utasítást ad az OnStar doboznak. Bill kapcsolatban van a dobozzal, a doboz az aggyal, és ezután az autó hirtelen úgy dönt, hogy neki elege van a fogócskából. Habár a tolvaj megpróbál tovább száguldani, az autó csak méltóság teljesen lelassít, végül pedig megáll. Így a rendőrök utolérhetik és hozhatják a bilincset. Szóval vigyázat, autótolvajok, a padlógáz hamarosan már csak a mozikban lesz. Manhattanben lemegy a nap. A legtöbb embernek ez egy mozgalmas nap végét jelenti a nagyvárosban. Ám az áramszolgáltatók ilyenkor kezdenek igazán dolgozni. Felkapcsolódnak a fények, a tévék, és néhány millióan elkezdenek vacsorát főzni. Ilyenkor az elektromos áram azonnal elérhető kell, hogy legyen a fogyasztók számára. De vajon ezt hogyan csinálják? Egy jelöletlen épületben elrejtve 100 kilométerre New York belvárosától van egy hely, ami olyan, mint egy irányító központ. Azonban itt nem rakétákat lőnek fel, hanem Amerika áramellátását biztosítják. Ám az itt dolgozók nem áramot termelnek, helyette inkább gigantikus méretekben elosztják azt. Ha nyers energiáról van szó, ők a leghatalmasabb emberek Amerikában. 145 gigawattnyi elektromosságot mozgatnak. 13 állam lakosságának igényeit elégítik ki 1200 generátor termelésének segítségével. Ha jól végzik a dolgukat, észre sem vesszük. Viszont ha hibáznak, Amerika nagy része mélységes sötétbe borul.
Tudják, hogy amikor ahogyan csinálják, megy a tévében, több millió amerikai kapcsolja be a tévéjét azonnal? De honnan származik a plusz áram? Ha a gyors megoldásra van szükségük, az itteni srácokhoz kell fordulni. Egy átlagos szemlélőnek ez csak egy sima tó, ám valójában ez egy 4 négyzetkilométeres víztározó 160 méterrel a tengerszint felett. Itt várakozik az elektromosság, hogy munkába lendüljön. Ez az elegáns elnevezésű Madiran tároló épület. Fentről nem tűnik egy nagy durranásnak, ám a lényeg valójában odalent zajlik. A hegyoldalba rejtve, mintha csak Dr. No díszlete lenne, 800 megawattos turbina generátor áll összekötve 4 220 voltos transformátorral. Ezeknek a srácoknak szuper munkájuk van. Azt várják, hogy történjen valami. Amikor a tévében elkezd peregni, ahogyan csinálják főcíme, érkezik egy hívás, és a munkások akcióba lendülnek. A tó alatti kapuk kinyílnak. A víz elkezd lefolyni a fenti víztározóból egy 350 méter hosszú csatornán, amelyet 22 cm-es betonréteg vesz körbe. A víz elér ezekhez a 8 méter széles tornyokhoz. Oda bent a kapuk kiszűrnek minden szemetet belőle. Ezután a víz 140 métert zuhan ezeken a csöveken át egészen a turbina teremig. A vízereje forgatni kezdi a hatalmas turbinákat 180 fordulattal percenként. A víz folyik, a turbinák forognak, és kevesebb mint 5 perc alatt már is 800 megawattnyi elektromosságot termeltek. Madiran megment minket napközben, amikor megnövekszik a fogyasztás. Ám éjszaka pont ellenkező a probléma. Az igény csökken, ezért sok nagy áramfejlesztő szinte semmit sem csinál. Nem lenne érdemes éjszaka generálni az áramot és addig tárolni, amíg nincs szükség rá. A gond csak az, hogy a hasznos mennyiségű elektromosság tárolásához egy Seattle méretű elemre lenne szükség. Vagy mégsem? Ez a valami kamionnak néz ki, mivel hogy kamion is, ám a hátsó része a világ legnagyobb lítium-ion eleme. Ugyanilyen típusú elem van a mobiltelefonjainkban is, csak ebben annyi töltés van, hogy a telefonunknak 2000 évig is elég lenne. Éjszaka az elem feltöltődik azzal az árammal, amire senkinek sincs szüksége. Amikor a város, amely sosem alszik, felébred és 1 millió gofrit akar megsütni egyszerre, az elem 1000 kilowattot képes visszajuttatni a hálózatba 15 percen belül. Ez szép és jó, de ha New Yorkot így akarnánk ellátni, ahhoz át kellene alakítanunk New Jersey kamionjainak a felét elemekké. Ezért álltak elő azzal a remek ötlettel a Delaware Egyetem okos tojásai, hogy használjuk inkább az emberek autóinak aksiait. Íme az iBox. Kilométerenként 2 centbe kerül az üzemeltetése, mert a hálózatról tölti fel önmagát. Ám ez az autó nem csak elvesz elektromosságot, hanem vissza is ad belőle. A projekt koordinátora John Lilly kívülbelül ismeri a kocsit. Miközben vezetünk, váltóáramot használ az autó, és átalakítja egyenárammá. Aztán, amikor rácsatlakozunk a hálózatra, fogja a váltóáramot, átalakítja egyenárammá, és visszatölti a hálózatba. Tehát az autó olcsó áramot szív le éjszakára, amikor a hálózat töltődik, de miközben be van dugva és nem használjuk, akkor hatékonyan visszajuttatja az áramot a hálózatba, amikor nagyobb szükség van rá. Ez az autó tulajdonképpen pénzt hozhat nekünk. A terv az, hogy ki kell bővíteni ezt a két utas átvitelt minden gépre, minden otthonban és irodában, így létrehozva egy hatalmas gyűjtőelemet a maradék áram számára. Ám amíg a több millió mikrohullámú energia tározó csatasorba áll, a hálózat vezérlőjében dolgozóknak azzal kell főzniük, amiük van. Ezek az emberek tudják, hogy az Amerika különböző részein lakó emberek más-más időpontokban használnak áramot.
Tehát, amikor a Quincy zsaruk a reggeli fánkjukat fogyasztják, a Santa Monica-i szörfösök még édesdeden alszanak. Itt jön képbe a keverés. Az energia mozgatásához nagy odafigyelés kell, de van egy nagy végső probléma is. Az Amerika különböző hálózataiban folyó elektromosságot nem szinkronizálják. Ha megpróbálnák összekeverni őket, az egy hatalmas áramszünetet eredményezne, ami visszaküldené Amerikát a kőkorszakba. Egy óriási probléma megoldásához óriási megoldásra van szükség, ami valójában ez. A New Jersey autópálya mellett fekvő Linden erőműben a mérnökök a világ legmodernebb óriás transformátorának felállításán munkálkodnak, ami nem tévesztendő össze a filmbéli transformerekkel. Ez egy elektromos híd Pennsylvania, New Jersey, Maryland és New York állam hálózatai között. Miután behelyezték ezt a 90 tonnás rotort a 60 ezer acélforgácsból álló agyába, a kész transformátor képes lesz átvenni az elektromosságot az egyik hálózatból, aztán szinkronizálni a szomszédos hálózat áramával a saját forgási sebességének szabályozásával, és végül eljuttatni oda az áramot, ahol szükség van rá. Ez a hatalmas elektromos szerkezet több száz megawattot fog mozgatni innen-oda, mindössze egy gombnyomásra az irányító központból. Ez aztán nem semmi. Ez erő.